Egyenesen a munkahelyükről érkeztek a szemétszedésre a polgármesteri hivatal dolgozói. Az országos Teszed akcióban a város több intézménye és civil szervezete is rendszeresen részt vesz. Most a város egyik legnagyobb áruházának környékét tisztították meg. Között ez egy ilyen szélcsatornás terület, ez egzugos terület, itt befújja a szél a szemet, tehát mindenféle blokkoktól kezdve szájmaszkon át, különböző étel dobozok, zacskók, jellemzően ezek voltak találhatók itt a területen. A Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Imáron 10. alkalommal rendezik meg. A személygyűjtési akció keretében szerte az országban nagy takarítanak a Teszed önkéntesei. A szemétszedéshez szükséges eszközöket, kesztyűket, zsákokat központilag kapta meg az önkormányzat, amit aztán szétosztottak a jelentkező intézmények között. Elsősorban az oktatási intézmények szoktak ehhez csatlakozni, akik minden évben a saját környezetüket megtisztítják a tanulóikkal, diákjaikkal. Most is azt lehet mondani, hogy 80-180 fővel az intézmények részt vettek ebben, és hát több tíz zsák szemetet gyűjtöttek össze intézményenként. Az idei programban részt vett a Baka István és a Dienes Valéria általános iskola, az Egymi, a vendéglátóipari, a Csapó Dániel mezőgazdasági és a Kelemen Endre egészségügyi technikum, a Garai János gimnázium és a Babits Mihály általános iskola is. A polgármesteri hivatal is minden évben most már azt lehet mondani, hogy rendszeresen önkéntes alapon részt vesz ebben. A polgármesteri hivatal vezetője, a jegyző tulajdonképpen nincs nyomás, tehát bárki szabadon jelentkezhet, de kifejezetten támogatják is, hogy eljönnek. Most is itt vagyunk 20-an, akik úgy gondolták, hogy segítenek vagy tenni szeretnének a környezetükért. A város mindig is nagy hangsúlyt fektetett a környezetvédelemre, ami a hamarosan elkészülő fenntartható városfejlesztési stratégiában is nagy hangsúlyt kap majd.